Közös énekkel kezdődött az ökumenikus istentisztelet a Bács-Fekete-hegyi református imaházban. Vannak közös énekek, amik megtalálhatók a katolikus egyházi könyvben is, ugyanakkor a reformátusban is. Ugyanúgy van már előkészítve az evangélikus egyházi szertartáshoz is, amik szintén megtalálhatók, tehát nagyjából minden felekezet megtalálja a helyét magának. A településről és a környékről is szép számban érkeztek úgy református, mint katolikus hívek. A mi családunkban is van református is, katolikus is, evangélista is, és mindannyiunkkal szép és jó a kapcsolat, úgyhogy valójában ennek ez az értelme az én véleményem szerint, és a mottoja, hogy szeretni, tisztelni, becsülni egymást. Szakály József topolyai katolikus plébános címzetes prépost tartott igehirdetést. Jónás proféta történetén keresztül járta körbe a felebaráti szeretet kérdéskörét, amely az idei témája az egyetemes imahétnek. Ilyenkor megtapasztaljuk azt, hogy rengeteg dolog összeköt bennünket, akár az Isten igébe is bele tudunk úgy kapaszkodni, hogy ne feltétlen azokat a pontokat keressük ilyenkor, amelyeken állandóan vita van, hanem inkább megpróbáljuk azokat a pontokat kiemelni, amelyek mindjárt gazdagítanak és össze is kapcsolnak. A néhány évtizeddel ezelőtti gyakorlatot idén újították fel Bács-Fekete-hegyen, melynek folytatását is tervezik. Ez egy magától értetődő dolog. Mi lelkészek, papok ezt gyakoroljuk, és akkor jó lenne a híveink is látnák ezt, mert ez erősíti az embereket, erősíti a papságot, a lelkipásztori közösséget, meg a gyülekezeteink közösségét is. Tehát ez a célja tulajdonképpen ennek az ökumenikus vagy egyetemes imahétnek. Az ige hirdetés után a hívők közösen imádkoztak, majd ökumenikus áldás következett.